Rendezni kell a béreket a tükebusznál, ezt mondja az egykori pécsi alpolgármester, aki a helyi közlekedést szervező cégről kérdezett a keddi közgyűlésen. Bognár Szilvi azt mondja, a konkurens Volánnál magasabb az alapóra bére az autóbuszvezetőknek, ezért mennek oda a sofőrök. Ott jelenleg 1500 forint környéki az órabér, és úgy tudom a hírekből, hogy 10%-os béremelést kaptak. Ez azt jelenti, hogy ha mi autóbuszvezetőink, akiknek nincs 1300 forint az órabérük, csak 10%-ot kapnának, az olló tovább fog nőni. Magyarán megint egy méltatlan helyzet áll elő, ez nem lenne szerencsés. Bár a pandémia miatt kevesebb volt a cég bevétele, kisebb a támogatása, de lehetne spórolni, mondja a képviselőnő, aki korábban dolgozott a tükebusznál is. Ilyen eset például, amikor egy kertvárosi járatnak csak odafelé van utasa, a város részből már üresen jön vissza, ami csak a rezsiterheket növeli a cégnél. Bognár Szilvia beszélt arról is, hogy külön foglalkozni kell az autóbuszvezetőkkel. Mentálisan és fizikálisan terhelt autóbuszvezetőket egyénileg csoportosan fejleszteni, trenírozni kellene, vezetni őket a mindenféle problémájukon, mert talán ilyen alapok után nem is lehet csodálkozni való, hogy némely esetben esetleg türelmetlenek lehetnek az utassal, és tudjuk, hogy milyenek az emberek. Egy rossz kiállás, vagy egy rossz megnyilatkozás alapján ítélik meg az egész társaságot. Ezt viszont nem lenne szabad hagyni. A képviselőnő szerint meg kell fékezni a cégnél az elvándorlást, hogy tudják biztosítani a város közösségi közlekedését, mert már ma is előfordul, hogy kimaradnak járatok. Ezzel pedig utasokat és bevételt veszíthet a cég, hiszen inkább az autójukat választják a busz helyett az emberek, ha bizonytalan a járatok indulása.